Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, és olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Zsoltár 1:1-3. A boldogság egy olyan szó, amit sokszor emlegetünk, de igazi tartalmát nem nagyon értjük. Emlegetik kék madárként, amely ritkán fordul elő, s akkor is elröpül. Valami olyan, ami csak álom marad. Pedig a Biblia nem ilyennek írja le. A boldogság nem egy csalfa remény, ami talán egy-egy pillanatra köszön be, hogy utána örökre eltűnjön. A boldogság választható, igen. Ez derül ki a Zsoltár soraiból. Két úton indulhatsz el, az egyik a gonoszság, a bűnútja, a csúfolódók széke. A másik lehetőség Isten akaratával összhangban élni. Ez a boldogság az áldás útja. Mi a boldogság alatt valami extatikus állapotot gondolunk, ami nagyon ritkán következik be és rövid ideig tart. Az Istennel járó ember viszont akkor is áldást tapasztalhat, ha épp borús a nap, ha elveszett a pénztárcája, vagy ha betegség ágyhoz köti. Ha az Istennel való közösséget választod, akkor az áldást, a boldogságot választod, amely független a külső dolgoktól, és ezért állandó. Erre a felismerésre jutott az Élet játéka című könyv lelkésze is, amikor a Pollyanna nyakláncán elolvasta Lincoln szavait. Az emberek annyira boldogok, amennyire úgy döntenek, hogy boldog akarnak lenni.